előzetesen. Hát a start előtt azért a belső három, a három külföldi vendég nem a legnyugodtabb. Kíváncsi vagyok, hogy el tudnak-e mind a hárman jönni hiba nélkül az autó mögül. Kétkörös verseny ismét. Start. Elindult a 2023-as esztendő köztársaság díja, és Feistro próbálna meg élre ügetni. Egyelőre azonban ez nem sikerül neki, ugyanis Maugli kezdett a leggyorsabban, bemegy a falra, vezet mögötte egyébként, ott helyezkedik Khalid, kívül, amint mondtam már, Feistrot-ot láthatjuk, aztán pedig Reckless, illetőleg Duc de Coney követi őket, majd pedig Cárdenas Baba a következő lovunk, Bonaparte Bosszal pedig egyelőre a mezőny végén látszik várni Veljko Mažić. Jónak ítélem a tempót, 2400 méterre mindenképpen. Maugli-nak köszönhető mindez, hiszen ő jár elől, ő diktálja a tempót, és ez az a pillanat, amikor egy kicsit megfogja őt José Ságály, rendeződnek a sorok a peloton, teljesen együtt üget egyébként, első és utolsó között nincsen, nem hogy 20 méter, 10 méter sem, akkor, amikor érkeznek a második kanyarba, az élen pedig ott láthatjuk az eddigi kétszeres nyerőt, Mauglit. Nagyjából 1600 méter van hátra az idei köztársasági díjból, hogy várni lehetett Maugli érát, diktálja a tempót, mögött a német vendég Khalid, kívül pedig jönnek a magyarok, ott van Feistro, ott van mögötte Reckless és Bonaparte, Boss, bent a falon pedig Duc de Coney, illetve egyelőre sereghajtó, és várásra jön majd Cárdenas Baba Gorán Zolnaival. Lassaskán megtett egy kört a mezőny, utazik most a társaság, továbbra is a kétszeres színvédő Maugli vezetésével. Nagyjából egy hossz Maugli előnye az üldözőkkel szemben, akik nagyon szorosan egymás mellett és mögött versenyeznek. Feistro, Khalid, Reckless, kívül Bonaparte, Boss, bent a falon pedig még mindig Duc de Coney, illetve Cárdenas Baba. Bonaparte Boss pedig igyekszik pozícionálni magát, ott van a külső spúron, tehát ő is fölvette azt a bizonyos támadó pozíciót. Az élen Maugli, amilyen gyorsan kezdett, egy jó ideje viszont már beállt utazó tempóra, tehát nem is kap támadást, nem presszionálják, ebből kifolyólag megelégszik ezzel a ritmussal. Élen van tehát Maugli, Mauglihoz legközelebb a külső spúron közlekedő Feistrot, bent a falon pedig ott van Khalid, a negyedik pozícióban pedig Reckless. Reckless egyébként feltűnően jól versenyez, jól is pozícionálja őt a hajtója, aztán pedig mögötte érkezik Duc de Coney, illetőleg Bonaparte Boss, Cárdenas Baba pedig továbbra is az utolsó pozícióban. Most már azért élénkül a tempó az iram, az élen azonban továbbra sincsen változás, ez azt jelenti, hogy Maugli vezet, és vajon ki támadja meg? Ez a nagy kérdés. Hát egyelőre senki, Mauglinak van egy hossz előnye, mögötte hárman szinte fejfej mellett jönnek, Feistro egészen kívül, Reckless bent a falon, Khalid próbál jönni, Bonaparte Boss is feltűnik a színen, Duc de Coney zsákutcában, a háttérben pedig Cárdenas Baba színei kezdenek kibontakozni. Meglépni látszik Maugli, és Mauglinak most már lassan 20 méterre hízik az előnye, érkezhet majd mögé talán Bonaparte Boss és Cárdenas Baba, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nincs kérdés, ami a nyerőt illeti, mert Maugli biztosan szágult az újabb győzelem felé, ez már zsinórban a harmadik neki, ami a köztársasági díjat illeti. Maugli verhetetlen itt a Kincsen Parkban, Maugli, Bonaparte Boss és Cárdenas Baba az első három, Duc de Coney a negyedik, Reckless az ötödik, majd Feistro és a végére elfáradt Khalid.